Vörösvény mai adásában először Nagyszőlősre látogatunk, hogy megnézzük a Tóth Márta által működtetett hobbiboltot és képgalériát. Majd a Szelíd Lovas Központba indulunk, ahol a lovasoktatás mellett egy igazi hagyományőrző foglalkozáson is részt veszünk. Végül Beregszázba viszutunk a Ziherman Sándor alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitójára. Tartsanak velünk! A Kultúrösvény mai adásában Nagyszőlősre látogattunk, hogy megnézzük a Tóth Márta által működtetett hobbiboltot és képgalériát. Tartsanak velünk! Tudom, hogy magának a galériának a létrejötte és innen ebből a hobbiboltból indult. Mit kell tudnunk erről az üzlethelyiségről? Amikor kezdtem ezt, akkor nagyon kicsi helyről indultam, egy körülbelül olyan 10 négyzetméteresre. Aztán folyamatosan fejlődött a hobbiból, kinőtte magát, és a tavaly, nem, az idén volt egy éve márciusban, hogy ide költöztem. Ez inkább a hely választott engem, és így adta magát. Ugye ez egy kétemeletes épület, az alsó szintén megmaradt a hobbibolt, ezt is még bővítettem, meg folyamatosan szeretném is bővíteni, és a felső szinten meg hát a hely adta magát, tényleg adta magát, hogy oda csak galériár lehet, szinte a hűsén is annak teremtette. A hobbiboltnál maradva mi a fő profilja? Minden, ami kézi munka, ezt így lehet jellemezni, hogy ami kézművességgel, kézi munkával kapcsolatos minden. Keresztemes hímzés, matyóhímzés, gyöngyhímzés, szalaghímzés, kötés, horgolás, minden. Mennyire nagy az érdeklődés mostanában így a kézműveskedés iránt, a hagyományőrzés iránt? Van rá igény. A karantén előtti időszak azért olyan mozgalmasabb volt, most ez azért mindent megakasztott egy picit, az emberek bizonytalanok, de viszont épp hogy a karantén ideje alatt nagyon nagy fontosságot kapott ez a kézműves dolog, mert az embereknek valahogy a figyelmüket is segített ez elterelni, hogyha így tudtak, sőt néha azt szoktam észrevenni, hogy terápia az embereknek a kézműves gondolatokat terelnek el, alkotnak. Van olyan kliensem például, hogy agyvérzés után az orvos javaslatára a finom motorikát fejleszteni, és lett belőle egy profi, gyöngyös hímző nő, úgyhogy én ennek csak örülök. Gyerekek is szeretnek kézműveskedni, aminek megint csak örülök, mert annyi, mindig azt mondjuk, hogy digitalizált világ, komputeres világ, bent ülnek, nem alkotnak, alkotás ez is. És akkor most nézzük meg a galériát. Nézzük. Nem mindennapos dolog, hogy valakinek az álma egy galéria legyen. Hogy jött egyáltalán az ötlet? Szerintem elég csak ide feljönni, és beillen az ember agyába, hogy ide csak galériát lehet. Érdekes volt az alakulása, és ez sem volt szokványos, mert először hát gyűjtögettem a képeket, lehet így mondani, úgy ismerőseimtől, úgy elkezdtem őket felrakni a falra, ugye jöttek a boltomba, és akkor mi van felül, galéria van, meg lehet nézni, úgy az első igazi szervezett kiállítás az egy jó pár hónapra történt, mondjuk nyár óta van ez a galéria, egy éve, és október közepén volt az első ilyen szervezett kiállítás. Na, onnantól kezdve már úgy funkcionál, mint egy galéria, mint egy klasszikus galéria. Hány kiállítás volt azóta itt megszervezve? Hány kiállítás? Először volt a
a három nemzedék, az egy nagyon érdekes kiállítás volt. Utána volt a nagyszőlősi festőknek a kiállítás, utána volt a harangozó kiállítás, és utána volt a grafikusok kiállítása. És akkor az időszakos kiállításokon kívül ugye van egy állandó anyaga a galériának, most ezt látjuk itt. Igen. Tehát, hogyha épp nincs tematikus vagy időszakos kiállítás, akkor vannak állandó képek, amiket ki szoktam tenni a falra, de ezek is cserélődnek. Ezeknek egy részét meg is lehet vásárolni, ezek inkább ilyen kortárs, helyi festőknek a munkái, de viszont vannak olyanok, amik nem megvásárolhatók, csak meg lehet őket nézni. Aztán, hogy van egy kiállítás, akkor ezt szépen leszedjük a raktárba, még a kiállítás tart, hogyha van egy kis szünet, akkor visszarakom ezeket, hogy ne legyen üresen a galéria. Szerintem nézzük is meg, hogy milyen képeket látunk. Nézzük. Például ez egy Márton kép, az egy Brody, ezek kárpátaljai festők, az egy Hudzikovics, az egy ukrán festő, ezek mind ismert nevek. Őt nagyon szeretik, a Szilvási Ferencet, szőlősi festő, populáris képeket fest. Szeretik, mert természetes, realista, talán itt Szőlősön, hát és szeretik az ő képeit. Ez egy nagyon szép Varga kép, ez egy régi, szerintem már ön nem él, a Varga festőművész. Ez egy Borovszki kép, ő is elég ismert, ukrán festő. Ez egy Hájos István kép, ez egy reprodukció, Munkácsi reprodukció. Ezek pedig, na ezeket nagyon szeretem, tehát a függőbe maradt kiállítás képei. Nem túl sokat raktam ki belőle, hogy azért majd a meglepetés meglegyen. A Kopriva Nikolettának a képei, nagyon érdekes látásmódja van. Jó, Dobos Diana. Igen, a kaktuszos. Hát a Diana nagyon tehetséges fiatal hölgy, grafikái vannak, nagyon sokoldalú, sok mindent készít, nem csak fest, hanem virágokkal, és nem csak megrajzolja őket, hanem gondozza, és meg, tehát szeret ezzel foglalkozni annyira, hogy még le is rajzolja őket. Ez egy szép harangozó kép, a mellette lévő is, ezek nem megvehetők, ezeket csak meg lehet nézni, aztán ott a harmadik, az pedig szintén a Sándor Alexandernek a képe, ez már olajfestmény. És az pedig egy szép garanyi kép ott a sarokba. Tudom, hogy ön szoros kapcsolatot ápol a kárpátaljai művészekkel, és figyelemmel kíséri így a munkásságukat. Mi alapján választják egy-egy kiállítás anyagát? Sok kárpátaljai művészt ismerek. Eddig nem is volt ez ennyire tudatos, hogy így kiválasztjuk, hanem úgy egyik adódott a másikból. Valahogy úgy jött, most kezd úgy tudatossá válni, hogy most már úgy kezd kialakulni a fejem, hogy még ezt is akarom, meg annak a művésznek is. Volt, aki engem megkeresett, olyan is volt, hogy állítsunk ki képeket, de valahogy ez úgy mindig így alakult. Nem volt ilyen nagyon eltervezett, tudatos. A Koprivaniké az már tudatos, azt nagyon régi álmom, vágyom, hogy megmutassuk az ő képét, mert nagyon tehetségesnek tartom, és érdekes kislány, sok szempontból is tehetséges, úgyhogy az már egy ilyen tudatos, eltervezett, egy évvel ezelőtt szerettem volna már, és úgy szépen folyamatosan építjük fel. Úgyhogy ez most, ami függőben van, és ez tényleg nem fogjuk elszalasztani biztosan ezt a kiállítást. A jövőben mik a terveink, az álmai, vágyai, galériával? Hát igen, először van az álom, aztán van a terv. Ez most a Kopriva Nikolettejét, azt okvetlen megszervezzük, és akkor lesz egy keresztelője, egy idézőjelbe tett keresztelője, mert eddig úgy van, hogy csak galéria, tehát nincs neve. Valahogy nem tudtam elnevezni, vártam, hogy valahogy úgy jöjjön valami sugallat, vagy alakuljon valami, és most már van neki neve. Hát szerintem nem
muszáj ezt titkolnom, a Révész Imre nevét szeretném neki adni. Úgyhogy akkor én akarok majd egy szép kiállítást építeni, de ez már majd azután fog történni, ahogy a Anikét megcsináltuk. Aztán szeretnék egy életmű kiállítást, meg ami még nagyon régi vágyam, hogy egy ilyen vitaműsort. Tehát például festményeket állítunk ki, és meghívott vendégek vitatkoznak, mit látnak a képen, ki hogy látja, kellett-e oda az a szín, vagy az a meglátás. Valahogy ilyen beszélgetős műsorokat, délutánokat, programokat szeretnék. Nem okvetlenül csak festményekről, lehetne ez akár irodalmi, akár versekről, vagy bármiről, ilyen irodalmi délután is. Úgyhogy ez is még úgy kering a fejembe, hogy lehetne ezt kivitelezni. Tehát egy kis kulturális központot kialakítani. Igen, egy kulturális kis kuszkót ez talán, vagy egy központot. Igen. És most a karantén ide alatt, aki meg szeretné nézni ezeket a képeket, az hogy teheti meg? Hát nyitva van a bolt, végül is nagy helyiség, nincs olyan tömeg, hogy veszélyeztetve érezhetnék magukat, látogatható, úgyhogy bármikor lehet jönni, ugye a biztonsági előírásokat betartva bármikor lehet. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megmutatta nekünk ezt a galériát, és további sok sikert nagyon szívesen, a munkájához. Nagyon szívesen, bármikor. Köszönöm, én köszönöm a lehetőséget. A Nagyszőlősi Szelídlovas Központban a sérült gyermekek rehabilitációja és a lovasoktatás mellett hagyományőrző csoportos foglalkozásokat is tartanak. Hamarosan ide látogatunk. Mert ma az lesz, hogy kicsikét mértanozunk, fizikázunk. Gyülekező a Szelídlovas Központban, ahol már fokozatosan újraindulnak a programok. A nagyszülősi hagyományőrzők a karantén szabályait betartva kis csoportos foglalkozások által élesztik újjá a farm életét. Kettő taps, megsimogattad, nagyon jó! A Szelídlovas Központ olyan lehetőséget kínál a gyermekek számára, amilyen Kárpátalján, de egész Ukrajnában is egyedülállónak számít. A sérült gyermekek rehabilitációja és a lovasoktatás mellett hagyományőrző csoportos foglalkozásokat tartanak, ahol a fiatalok belekóstolhatnak a baranta világába, íjászkodhatnak és a magyar lovas kultúrával is megismerkedhetnek. 7 éve vagyunk itt, és igenis lovas foglalkozásaink vannak, ami nem csak a lovas torna, lovas fejlesztésekkel foglalkozunk, hanem lovasiskoláként működünk itt, és ami a szívem csücske is, amit nagyon szeretem, az a hagyományőrzéssel foglalkozunk. Mit jelent az, hogy hagyományőrzés? A régi magyar ősi kultúrákat próbáljuk bemutatni az ittenieknek, sőt, nagyon sok érdeklődésünk van az ukrán testvéreink részéről is, hogy mi most nem zárkózunk el, hogy mi most a magyar hagyományőrzéssel foglalkozunk, magyar kultúrát nekik megpróbáljuk felmutatni, megmutatni, hogy igen, ez is egy kultúra, ez is egy érdekes dolog, amit meg lehet tanulni és lehet elsajátítani. A Margit is család, melynek valamennyi tagja aktív szerepet tölt be a farm életében, elszánt munkájának köszönhetően évről évre egyre több gyermek ismerheti meg a magyar történelmet, a lovas kultúrát. Reggel 9-re érkeznek a gyerekek, és akkor fogadjuk őket, egy kicsit beszélgetünk velük, hogy telt az éjszaka, meg ilyesmi, legyen egy megérkezés. Azután kihozzuk a lovakat, csutakolás, felkészülünk a lovaglásra, azután hoznak magukkal egy kis szendvicset, azt megeszik, és utána délután különböző foglalkozásaink vannak, például tegnap csatáztak a gyerekek, ilyen pufi kardjaink vannak, ilyen a barantának a részeként, azelőtt nap íjászkodtak, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a régi hagyományokat, az őseinknek a kultúráját megismertessük ezekkel a gyerekekkel. Nagyon ugyanazok a gyerekek szoktak általában visszajönni, persze vannak újak is, de nekik még így ismétlés után is nagyon izgalmas az, amivel foglalkozunk, nagyon szeretik a lovakat, ezt a környezetet szeretik, hogyha jurtában lehetnek, és megismerkedhetnek azzal, amit az őseink tartottak fontosnak. Csíz! Csíz! Íj, a bácsi vesztéget! Integes neki! Szia, bácsi! Szia, bácsi! Szia, bácsi! Szia, bácsi! Szia,
A farmon a mindennapokban kemény munka folyik. Kárpátalján a sérült gyermekek itteni lovas rehabilitációja teljesen egyedének számít. A család nagyobbik lánya, Emőke, még egész fiatal korában döntötte el, hogy képességfejlesztési terapeuta szeretne lenni. 17 éves voltam, amikor elindultam tanulni. Akkor még nem is tudtam pontosan, hogy mivel jár ez az egész, csak tudtam azt, hogy szeretem az állatokat, oda vagyok a gyerekekért, bármilyen korosztályért, bárkiért, és akkor úgy döntöttem, hogy ezt a kettőt összehozom, és így lettem képességfejlesztő terapeuta. Mokány, a fehér póni, Anna büszkesége, hisz egy nem mindennapi lovasugrásnak köszönhetően kapta meg, és hozhatta haza Magyarországról a központ ménesébe. Az egész úgy kezdődött, hogy Tatárszentgyörgyön voltunk, és éppen edzést tartottak. És én is lovagoltam, kb. 10-11 éves lehettem, és rám került a sor, és mondták, hogy ugrassak. 40 centis volt az akadály, de nekem kicsit nagyobb sikerült Mokánnyal. Még mindig nem tudom pontosan mennyi volt. Volt, aki azt mondta, hogy 100 centi volt, aki azt mondta, hogy 120. Én pedig így álltam, és mondtam, hogy oké, én vagyok annyi. Nagyon ijesztő volt az egész így visszagondolva. De akkor nem. És akkor azt mondta nekem a tulajbácsi, hogy tessék. Én pedig mondtam, hogy oké, köszönöm. A lovas kultúra a magyar történelem és szellemi örökség része. A Szelíd Lovas Központba érkező gyerekek megismerkedhetnek a baranta világával is. Molnár Ábel szerint ez nem csupán egy harcművészeti stílus, annál több, hiszen a baranta megtanít élni és tisztelni mindazt az örökséget, melyet őseink hagytak ránk. Maga a baranta megtanít élni. Megtanít arra, hogy megéljük és tiszteljük az őseink hagyományait, mert van egy olyan mondás, hogy amíg fának nincs gyökere, az meghalt. Ugyanígy van a népekkel, hogy amíg nép elfelejti az ősei történetét, életét, múltját, mondani világát, az halott. Maga a baranta is erre alapszik, nem csak botozzunk, ijeszkodunk, hanem például megtanítjuk a gyerekeket a magyar konyha ételét megfőzni, magyar néptáncokra tanítjuk őket. Megtanítjuk azokra a dolgokra, amelyekkel megtanulnak élni, tehát felkészülnek az életre. A fiatalok szemmel láthatóan élvezték az ott töltött időt. A baranta foglalkozások tiszteletre és becsületre tanítják őket, mindezt játékos formában. A gyerekek között akad olyan is, akinek már nem ismeretlen ez a képzés. Én Beregszázba kezdtem ezt, még amikor a főiskolán volt ez a szakkör, és ott megtetszett nekem. Azóta is csinálom, itt is nagyon szerettem, élménydús, jó a csapat, munkacsapat, a csapatban lenni, és akkor ijazni is nagyon szeretek, bár azt ott nem csináltunk, de a pufikardozás is nagyon jó. A Szelíd Lovas Központ munkája egyedülálló és példaértékű. Margiticsék úgy gondolják, hogy a sok csillogó gyermekszempár minden fáradtságot megér, és hálásak a Teremtőnek, hogy erre az útra vezérelte őket. Ziherman Sándor alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály galériájában. Nem sokára a tárlat megnyitójára látogatunk. Nagy örömmel szolgál, hogy itt a Beregszászi konzulátuson bemutathatjuk ezt a sokoldalú és jelentős alkotóművészt, aki magában foglalja mindazokat a erényeket, amelyek itt Kárpátalján, Ukrajnában az utóbbi, hát mondanám azt, hogy a hosszú életútról van szó, tehát az utóbbi 80 évben, az utóbbi 70 évben egymásra rakódnak, szintetizálódnak, és ebből a legjobb alkotás, a legszebb eredmény kristályosodik ki, mint ahogy azt látjuk ezeken a képeken. Ziherman Sándor alkotásaiból nyílt kiállítás Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály galériájában. A tárlaton bemutatott munkákat Kovács László műgyűjtő saját kollekciójából válogatta össze. A megnyitón Szilágyi Mátyás főkonzul hangsúlyozta, bár sajnálatos, hogy az idén 85 éves festőművész a karanténkorlátozások miatt nem lehet jelen az ünnepségen, mégis nagy öröm a Beregszászi konzulátus számára, hogy lehetősége nyílt bemutatni Ziherman Sándor képeit. Régóta tervezzük már Ziherman Sándor kiállítását, hiszen ehhez rendelkezésünkre áll nagy szerencsénkre a
Kovács László úrnak, neves kárpátaljai beregszászi műgyűjtőnek a támogató hozzájárulása, aki komoly Zihermann kollekcióval rendelkezik, és nagyon fontosnak tartottuk, hogy ennek segítségével és ennek szellemébe felhasználva ezt a lehetőséget bemutassunk egy igazi 20. századi életművet, hiszen a igen szép korban lévő művész lényegében a 20. század évtizedeinek tanúja, és egyúttal az adott művészeti irányzatok, festészeti irányzatoknak az összegzője is. Ennek a kiállításnak a képein különböző korszakok, különböző irányzatai és megközelítési módjai mutatkoznak meg. Nekem úgy tűnik, hogy méltán állítható, hogy a legértékesebb elemeit, sajátosságait vonultatja fel a művész ezeknek a művészeti stílusoknak. A legjobb értelemben vett nemes és értékes realista látásmódtól kezdődően és a hagyományos kárpátaljai tájábrázolástól, ami nagyon nagy értéket képvisel önmagában, és ez Kárpátaljára ez a szép, rendkívüli tájfestészet nagyon jellemző. A művész életútja során, pályája során végighalad a posztimpresszionista, illetve expresszív ábrázolásmódokon keresztül egészen a mai modern felfogásokig, és ezt ennek a kiállításnak a keretében figyelemmel lehet kísérni. Zihermann Sándor 1935-ben született Ungváron. Gyermekkorát Beregszászban töltötte. 1957-ben vett részt először képzőművészeti kiállításon, az Ungvári Képzőművészeti Galériában, akkor még autodidakta festőként. 1958-ban felvételt nyert Lembergben az Iparművészeti Főiskola monumentális festészeti szakára. Egy évvel később átiratkozott a Szentpétervári Muhina Iparművészeti Főiskola monumentális festészeti szakára. A festészeten kívül grafikával, szobrászattal, valamint kerámiával is foglalkozott. A főiskola elvégzése után az Uralba, Perl városába utazott, ahol a képzőművészeti alapnál monumentalista szakemberként dolgozott állami megrendeléseken. 1969 és 1972 között több helyen élt és dolgozott, többek között Lembergben, Rigában, Jürmalában és Moszkvában. 1972-ben Torgliatti városa meghívta, hogy szervezze meg a város kulturális életét. Ott léte alatt megalapította a képzőművészeti alapot, majd a képzőművészek szövetségét. Kezdeményezésére a város 12 nagyméretű műtermet építtetett, valamint az ő közreműködésével alakult meg a Város Művészeti Múzeuma és az akkor egyedülálló 8-osztályos művészeti szakközépiskola is. 1989-ig 29 szovjet és összorosz kiállításon szerepelt munkáival, valamint több országban is részt vett az orosz művészeti kiállításokon. Nem csak festményei, hanem grafikái, érmei, szobrai, goblenjei és kerámiái is a kiállított művek között voltak. A kollektív kiállításokon kívül 1989-ig több mint 30 önálló tárlaton mutatkozott be Oroszország különböző nagyvárosaiban. 1989-ben családjával áttelepült Magyarországra, azóta Budapesten él és alkot. Ez idő alatt több mint 60 önálló és kollektív kiállításon szerepelt Budapesten, vidéken, valamint több európai országban. Művei megtalálhatóak számos európai ország, valamint Kanada, Japán, Dél-Afrika és az Amerikai Egyesült Államok több magángyűjteményében is. Kárpátalján Kovács László műgyűjtő rendelkezik jelentős Zihermann festményekből álló kollekcióval. A gyűjteményem az négy vonalon van, mondjuk négy kárpátaljai festőnek a munkájából áll össze, ez Garanyi Jóska bácsi, Harangozó Miklós bácsi, sajnos ezek a művészek már nincsenek, Kutlán István és Zihermann Sándor. Ezeknek a négy festőművésznek vagyok a gyűjtője, hát sikerült több munkát összegyűjtenem. Szeretnék hozzászólni. Zihermann Sándornak a gyerekkora az itt élt Beregszászban. Itt élt el jelentős eredményeket a sportban. Nagyon jó birkozó volt. Kovács László mintegy 30 éve gyűjti a kárpátaljai festők alkotásait, számos kiállítás megrendezése fűződik a nevéhez. A megnyitón a festő életútjáról, valamint művészetének főbb jellemzőiről beszélt az egybegyűlteknek.
Hát Zsigmondról azt kell tudni, hogy az idén lett 85 éves, április 6-án lett 85 éves, és hát akkor több kiállításra készültünk a születésnapjára, de a karantén miatt úgyhogy elmaradtak. Ez az első kiállítás, amit sikerült megrendezni. Ő mindent a festészetben mindent kipróbálta, az olajfestészettől a grafikáig, a modern festészetben, a kubizmusig, nagyon sok oldala van a művészetnek. Ugye nagyon régóta festő, mint 60 éve, 60-65 éve foglalkozik festészettel, és 65 év alatt azért rengeteg stílus kipróbált. Úgyhogy itt a képen meg lehet látni többféle, a korábbi munkák azok más stílus, a későbbi munkások azok szintén más stílusban vannak megfestve, úgyhogy lehet belőle válogatni. Jelen tárlat augusztus végéig tekinthető meg Magyarország Beregszászi konzulátusának Munkácsi Mihály galériájában, valamint a konzulátus online felületein. Koronavírus járvány közepette is. Azt hiszem, hogy egy külön felüdülést jelent, hogy mégiscsak el lehet menni egy kiállításra. Ez azt jelenti, hogy nem nagy számú látogatót fogadunk, hanem kisebb csoportokat, egyes személyeket, akik bármikor bejelentkezhetnek. Egy telefonos előzetes bejelentkezés a feltétele a konzulátusnak a titkárságán, és minden munkanapon 10 és 12 óra között magyar idő szerint megtekinthető a kiállítás. Nagyon gyakran egyébként megjegyzem, hogy jönnek iskolai csoportok, tehát van egy ilyen népszerűségünk, amit örömmel tapasztalunk. Ez a kiállítás ez év augusztus 30-áig lesz nyitva.